Sziasztok, nagyon kellemes, szép napot mindenkinek, itt vagyunk a kereskedésben, ugye az M3 autóparkban egy Robert WY 072 rendszámú Nissan Note-ot fogunk megnézni, 1.4-es benzines, 88 lóerős mociva rendelkező gépet, amúgy különben nagyon jól megy, és egy komoly jó kis moci van benne, legalábbis nekünk van otthon ilyen autónk, második autónak, és nagyon szeretjük, nem volt vele soha gond. 26 májusig műszaki vizsgával rendelkezik, és itt van a kezembe ugye a törzskönyve, tehát az autónak teljesen tiszta háttere van, a járgányt azt nyugodtan megvásárolhatjátok, mert minden rendben van vele különben. Papírügyileg, de nézzük meg műszakileg is, hogy mit csinál ez a gép. Tehát jár a motor, hihetetlen, forognak a szíjak, és alig-alig lehet hallani különben, hogy megy a gép, és ugye abszolút rezzenés, talán nyugodtan rátehetnénk különben egy poharat, és meg sem mozdulna rajta. Szépek a lámpái, szépek a kötfényszórói, nem sérültek, nincs megsárgulva, nyári gumiszett van rajta, és zöld színű üvegek, mint ahogy látjátok. Az autóhoz van egy szett téli gumi, ami itt van mellettem, ezt be fogjuk tenni a hátuljába. Én azt gondolom, ezzel még tudtok nyugodtan közlekedni. Jó, hideg van, most már eljött az ideje lassan, hogy lassan-lassan el kell kezdeni azzal foglalkozni, hogy téli gumi legyen az autón. Ami tetszetős, és amiért mi is nagyon szeretjük, hogy variálható ez a hátsó ülés sor, azaz, ha valaki sokat vásárol, vagy kirándulni megy, akkor szükség van ugye a csomagtartóra, és ezt lehet bővíteni, méghozzá ennyiből tart. Hát itt elég komoly teret tudunk nyerni, és hogyha esetlegesen nincs annyi cuccunk, és a kényelmet akarjuk jobbára előtérbe a hátsó utasoknak, akkor pedig szépen ezt elcsúsztatjuk. Tudtok kereket cserélni, mert hogy ugye ilyen pótkerekes az autó, benne vannak a szerszámok is. Amúgy tisztaság van benne, normális, kellemes autó illat van benne. Megnézzük, azt mondja, ezt a nagy utasteret, amiről beszélek, tehát én azt gondolom, hogy egy hosszú, magas ember is itt kényelmesen el fog férni, a kis kávécskáját oda tudja majd helyezni erre a tálcára, ha esetleg baleset lenne, akkor elől és oldal légzsákos a gép, és ugye 4 darab elektromos ablakunk van. Könyök támasz a hátsó utasnak is, mert hogy az elsőnek is van, ugye le lehet hajtani szépen, és benne vannak a fejtámlák a helyükön. Ezt látjuk, és ami még jó, azt hiszem innen is, igen, tehát innen is van egy kar, és itt is tudjuk variálni, tehát ott is lehet húzgálni, és onnan a hátulról is. Tiszták az ülései, és nincs szétszakadva, nincs kikoptatva, és van itt nekünk egy kormányunk, amiben van egy csomó gomb, nézzük, mit csinál ez a gomb. Teszi a dolgát, keresi a csatornákat, CD és AUX csatlakozós is, mert hogy itt ebbe a tárolóban van itt egy AUX csatlakozó. Ennyi. Aztán meg tudom nektek mutatni, megvan a 2 darab kulcsa. Az autónkban manuális klíma van, de én szerintem most már lassan fűteni fogok. Külső levegő. 5-ös a kéziváltója. Kéziféket behúztuk, de visszaengedem. A stáb itt van velem, Peti, Feri és Concerto. Nézzük, mi van Concertónál. Itt a szervizkönyve a kocsinak. Ezt lefotóztam, meg tudjátok nézni. 2019-ig volt ez márka szervizben, addig hordták kint. És utána pedig itt meg tudjuk nézni, tehát a 19-be került be az országba, és innentől kezdve pedig látjátok az óraállásokat, tehát abszolút merem állítani, hogy ez egy igazolt, garantált, kilométer futású autó. A gazdája cserélt rajta, én úgy láttam 22-ben, nem ő, hanem valaki cserélt rajta egy szélvédőt, tehát nagyon szép, tiszta, és különben nincsen megmatulva sok ablaktörléstől, tehát egy 2 éves szélvédő van benne. Összesen azt mondja, hogy info, 129-749 km futásunk van, szép narancsszínű a szám, és fehér alapon ugye ez a piros mutató, és én úgy láttam, hogy kizöldül itt a lámpánk, megpróbálunk besorolni ide, és egy rövid próbát fogunk vele menni.
és ugye szokás szerint ez a kis piros ember az villog és sípol, mint az őrült. De csak eddig, mert hogy ugye sikerült magamat bekötni. Azt néztem, hogy futóműgyileg ugye szépen egyenesen megy. A kuplungja abszolút könnyű, a váltó is nagyon jó kis pontos, könnyen kapcsolhatós, úgyhogy ezzel gond nincsen, vagy nem is lesz, reméljük sokáig. Amúgy tényleg nagyon jó gyorsul, és ez a motor ilyen alacsony fordulatszámról is nagyon szépen meglódul. Nem minden hasonló társ tudja ezt produkálni. Ráléptem ott ilyen 1500 körül, és már is szépen szalad fölfelé az a fordulatszámmérő, és hip-hop már is túlléptük itt ezt a sebesség határt, úgyhogy én pedig meg is érkeztem, annyira gyorsan mentünk, hogy már meg is jöttünk, itt vagyunk a kereskedésben, az M3 autóparkba. Ide kéne benéznetek, hogyha egy Nissan Note-ot szeretnétek vásárolni, téli-nyári gumikkal, meg majdnem friss műszaki vizsgával. Úgyhogy ez lenne a gépünk, legyetek jó, vegyetek egy Nissan Note-ot, és ő is működik, szuper. Ennyi lenne akkor a gépünk. Ezt mindenképpen nyomjátok meg, ha tetszett, ha nem, ezt nagyon szépen megköszönöm nektek. Igaz, iratkozzatok fel a csatornánkra, a viszontlátásra, sziasztok!